Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a öveket és nyújt be hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a Médiazabálók, a Parallaxis Univerzum médiaipari podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Médiazabálók hetedik része itt a Parallaxis Univerzumban a mikrofonnál, Horváth Ádám Tamás. A mesterséges intelligencia területén az elmúlt évtizedekben hatalmas előrelépéseket tett az emberiség, és ma már a technológiai fejlődésünk kulcsfontosságú részévé vált, hiszen mindennapi életünkre is folyamatosan hatással van. Mai adásunkban erről fogunk beszélgetni állandó társaimmal, akiket sok szeretettel köszöntök. Elsőként Barkóci Norbi digitális tartalomkészítő magyar vitézt. Szia Norbi! Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! És Kubatovics Áron kommunikációs képviselő honvédet. Szia Áram. Szervusztok! Én is üdvözlöm a hallgatókat! Mielőtt belekezdenénk mai beszélgetésünkben, ne felejtsetek el lájkolni like és feliratkozni. Premier előtti tartalmakért, valamint a Parallax és Podcast hosszabb, exkluzív változatáért pedig fizessetek elő a patreon.com per Parallax oldalon keresztül, ahol most egy speciális rezsicsökkentett támogatói csomagot is találtok. Utazásunkat kezdjük a filmek birodalmában, és hogy miképpen jelenítik meg az emit a nagyvászton és a kisképernyőn, hogyan ábrázolják a gépi intelligenciát az általunk látott filmek, illetve vannak-e olyan példák, amelyek megpróbálják a valóságot tükrözni szerintetek, vagy inkább a fantázia és a tudományos fantasztikum és fantasztikus elemek köré épülnek. Hát ugye a filmekben azért már elég, elég régóta ez jelen van, meg, meg mint, mint, téma a science fiction hát gyanítom, hogy egy idősben most pontos adatok nincsenek a fejembe, de hát azért ez, ez, ez a témakör elég régóta foglalkoztatja az embert, és, és ezeket különböző könyvekbe, regényekbe, ezt már sokszor, sokféleképpen sok ember megírta, feldolgozta, és filmek tekintetében is azért eléggé, elég sok példát találunk ezekre tehát a mesterséges intelligencia témakörére. Szerintem az egyik ilyen, egyik ilyen nagy klasszikus, az, az ugye Spielbergnek a, a filmje, aminek azt hiszem, hogy a mesterséges intelligencia, nem is tudom már mi a magyar címe, a judlós film még a 90-es évekből, talán, vagy 2000-es évek eleje, úgyhogy az, 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 biztos sokan emléksz, vagy az sokaknak megvan, és hát ezt is, mint sok más témakört, pozitív, negatív oldalról, több különböző műfajban, tehát számos, számos oldalról már körüljárták. Azt hittem, hogy a klasszikus Held hozott be az, az Arthur C. Clarke-nak a, 2001 űrodaszáját, mint, mint a klasszikus, de igen, valóban a Spielberg AI című filmében ott, ott már egészen hogy is mondjam, csak átélhető volt ott a mesterséges intelligencia ábrázolva. Van szerencsém egyébként ismerni ilyen watson aki az AI mesterséges értelem az emlegetett Spielberg filmnek a forgatókönyvírója, és ugye ezt a filmet egyébként egy Kubrickkal kezdték el közösen, tehát ugye csak hogy mert említetted a Holt, akit én is csodálkoztam, hogy Norbi nem őt mondtad Őt mondtad? Egyébként ez is jó kérdés, hogy őt mondtad, vagy azt mondtad. Szerintetek? Én, én, én készülök a jövőre, én mindig őtnek mondom, és megköszönöm, hogyha nekem segít, és üdvözlöm, amikor először találkozom vele. Tehát én, én készülök a jövőre, én biztos, hogy biztos vagyok ezzel a dologgal kapcsolatban. És ha a magyar nyelven is különbség lenne a női és a férfi mű név más közt, akkor, akkor mit mondanál? Akkor a hangja ítélné meg, hogy hi vagy si? vagy, vagy mondjuk mindig hi lenne. Ugye szokták mondani, az űrhajók azok, meg a hajók azok mindig nők. Hát az itt, az angol ugye ad lehetőséget egy harmadikra is, ugye az itt, ittre, de hát nem tudom, magyarban erre szerencsére, vagy nem szerencsére nincs, nincs szükség. Magyar az ennyire progresszív nyelv, hogy már gender semleges, tudjuk jól. <laughs> Olyannyira, hogy ha jól tudom, most már Amerikában legalábbis kezd elteretni a d kifejezés, tehát lehet, hogy így, így kellene majd használni én, én egy ilyen vagyok, én valószínűleg férfiként gondolok rá, miközben pedig píszibb lenne nőként valóban, mint egy olyan hajó, az a magyar nyelvben is az a, 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 így mondjuk, hogy olyan hajó. Hát én következetesen nem társítanék hozzá emberi nemet, de nem csak nemet nem, hanem más sem. Tehát nem kicsit távolsággal én meg ezt a kérdéskört, és hogyha elkezdünk érzelmeket, nemet, stb. ezeket hozzátársítani, akkor ugye felruházzuk olyan emberi tulajdonságokkal, ami szerintem nem feltétlenül szerencsés. Végső soron még mindig úgy velük, hogy ezek is eszközök, technológia, tárgy vagy programkód, és ilyen szempontból Ö, nem szerencsés, hogyha ezeket használjuk. Persze nyilván el lehet nevezni, a, nem tudom, mindenki elnevezi, a régen a tamagocsiát is mindenki elnevezte, ha még kedves hallgatók erre emlékeznek. Úgyhogy persze nyilván a, a vicc szinten ezt, 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 lehet csinálni, de hogyha mondjuk elmegyünk ebbe az irányba, igen, hogy akkor adjunk neki személyiséget, meg, meg mindenféle emberi tulajdonságokkal, akkor egy a felmerülnek ezek a kérdések, hogy akkor jogi személyiségnek is tekinthetők-e? És akkor azok már más kérdés. A Star Trek egyik epizódjában, a Voyager-ben, ahol van egy holografikus szereplő, aki az OSH doktor, az orvosi segédhologram, aki bár egy fotonokban álló kivetítés, de hát mégis innen értelmezhetjük úgy, hogy egy mesterséges intelligencia tulajdonképpen. Ott egyrészt ő ír egy könyvet a sorozat során, egy holok tulajdonképpen, ami ami kapcsán felmerül a kérdés, hogy jogi személynek tekinthető-e, ugyanis hogy ki rendelkezik a szöveg vagy a holoregény szerző jogaival, és szerintem egyébként ez most is egy egész érdekes kérdés, mert azért csinálnak emik képeket, írnak szövegeket, sőt ezt a mai adást is a ChatGPT, ami nem egy mesterséges intelligencia azért, azért nem egy gépi tanulási algoritmus, Hát nem akarom azt mondani, hogy kategóriás mesterséges intelligencia, mert nyilván nem az, de azért egy egy mondjuk ahhoz képest, amit elképzelünk, vagy ahogy én elképzelem a mesterséges intelligenciát az skifig azért az, az, hogy egy kicsit sokkal többennél. És ezt is akartam mondani igazából Norbi hogy én egy kicsit arra is kérnélek, meg kérném magunkat, hogy amikor ezt a részét vizsgáljuk a, a, a témának, akkor egy kicsit, kicsit nagyobb perspektívába próbáljunk gondolkodni, azért mert ugye a Skifi az is az egyik lényege, hogy kipróbáljuk azokat a dolgokat, amik várnak ránk a jövőben, és azt gondolom, hogy bár most teljesen egyetértek veled, hogy hát az Alexának meg a nem tudom minek nem kell úgy különösebben úgy értve nevet adni, hogy nem lesz a puszipajtásunk, és a, a, vagy az a társas kapcsolatunk, ami, ami sok, tehát sok skifi mutatja ennek az ellenkezőjét, ahol maga a gépi intelligencia az egy társas kapcsolat is az emberrel, valamilyen okból kifolyólag. Tehát, hogy egy kicsit nagyobb távlatokba gondolkodjunk, mert hogy egyébként lehetséges, hogy eljön az a jövő, hát sőt, már mintha itt kopogtatna, amikor, amikor azért ez nagyon komoly kérdés lesz, hogy amikor teljesen leemulálja le az emi, az érzelmeket, az empátiát, azokat az emberi dolgokat, amiket, amiket, mi emberségnek azonosítunk, vagy emberinek azonosítunk, akkor azért ez egy nagyon komoly kérdésé válhat, akár nagyon szélsőséges módon is, hogy elkülönül a társadalomnak két rétege, az egyik az egy emi párti réteg, a másik meg egy nem emi párti, párti réteg, vagy sőt inkább ellenzők, tehát hogy, hogy szerintem ebben nagyon sok-sok minden van azon túl is, hogy most éppen hol tartunk, 2023-ban a mesterséges intelligencia területén. Um, igen, értem, értem a kérdést, vagy felvetést. Itt ugye, ha elmegyünk ugye a, a kiindulási ponthoz, akkor azt kell ugye eldönteni, hogy el, megelégszünk-e, el tudjuk-e fogadni, az, az elégséges lesz a számunkra, hogyha az érzelmeket, az emberi viselkedést, amit mondta empátiát, szóval mindezeket elég jól tudjuk-e szimulálni de a macska is ezt csinálja, aki élőlény, meg a kutya is ezt csinálja, a, ami élőlény. Nem hiszem, hogy az én macskám az azt a szeretetet érezné magába irántam, amikor odabújik, vagy bármi, amit mondjuk én érzek iránta. Tehát, hogy hol a különbség akkor egy, egy állat mondjuk és hát, egy hogy gép. én azért különbséget tennék azért ember és ember közötti, mondjuk kapcsolatra, érzelmekre, meg mondjuk az állatod, a kedvenc házi állatod és most uh, nem minőség. Igen, de az lehet, hogy lehet ugyanolyan szoros. Lehet ugyanolyan szoros, de én azért mindig különbséget tennék köztük. Tehát, hogy az egy nagyon szép dolog, hogy az embernek van házi állata, de hogyha mondjuk egy emberi kapcsolatot veszünk mondjuk egy szerelmet, én azt ezen tudom belátni, hogy mi az a házi állat, amivel ezt lehet azt a szintet elérni. És persze lehet pótlik, ugye hányszor halljuk ezt, hogy akinek nincsen gyereke, nem tud, akkor, akkor ezt egy ilyen pótolja, a, a, a egy házi állattal. Szerintem ez egy bullshit. Az, az nem egy pótlás. Ugyanúgy, mert tehát, hogy ez, ez, azt gondolom, hogy ellentmond annak, amit mondtam, mert azzal egyetértek, hogy nem kell, nem lehet egy lapon említeni, nem ugyanaz egy, egy nem ugyanaz egy szerelmem halála, meg, a, meg, az édesanyám halála, meg a, meg a házi állat halála. É, nyilvánvaló, hogy szintbeli különbségek vannak, de nyilván ugyanannyi, de maga az, hogy mondjuk megvisel, ha csak ezt címkézzük, hogy megvisel, akkor nyilván ez mindegyikre elmondható. Nyilván azt gondolom, tehát pont ebből adódóan azt gondolom, hogy lehet egy olyan szint is, ami egy mesterséges intelligenciához kötődő szint, vagy a, a társadalmi nő robotunkhoz kötődő szint, nem? Ami meg egy megint egy másik szintjének, de ugyanúgy viselhet meg, és ugyanazokat az válthatja ki belőlem, nyilván különbséggel, tehát nyilván nagyon szomorú lennék, ha elpusztulna a macskám, de nem annyira, de, de annál sokkal szomorúbb lennék, ha az anyukám halna meg. Hát most ez nyilvánvaló. Itt ugye a döntés, a döntésnek a, a súlya és annak a kérdés, hogy nekik kinek a kezébe van. Tehát, hogy melyik az a szint, ameddig megint csak el tudunk menni, vagy el szeretnénk menni, hogy kiadjunk a döntés lehetőségét a saját kezünkből. Ugye most, manapság, ugye mi van? A Netflixen a következő filmet már nem mi választjuk ki. Az, hogy merre menjek, Budapest felé, az autópályán, vagy éppen ne arra, azt nem én választom meg. Na, de onnantól kezdve, hogy beengedjük az ai olyan szintig, hogy akkor esetleg élettársat válaszol nekem, vagy, 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 az érzelmeimet is ő, ő döntsön helyettem, az már megint egy másik szint. És is itt mondom, hogy biztos nagyon sokan uh, simán belemennének, vagy mondjuk úgy jóval nyitottabbak ezekre az innovációkra, van akik meg kevésbé. De mi, mi, az, mi, az, ami még mondjuk egészségesnek mondható? Ez, ez egy, ez egy jó kérdés. Állam, szeretném, hogy megszólalj, de muszáj vagyok még visszareflektálni. Nem, nem, nem pontosan értem, hogy azt, Norbi, hogy miért kéne az emiknek dönteni a mi érzelmeinkről. Tehát, hogy számunkra, vagy egy-egy egyén számára egy mesterséges intelligencia, ami, ami, nem a mai mesterséges intelligencia mondjuk, hanem azért egy, egy modernebb és az érzéseket, hangulatot, bármit jobban emuláló emi, az egyébként nekünk lehet ugyanolyan társunk a mindennapokban, mint az, hogy este bekapcsolom a tévét, és megnézem a barátok köztött, mert az engem lelazít, és én olyankor már csak nevetni akarok, ugye szokták ezt az érvet mondani, aki, aki könnyedebb tartalmakat fogyaszt, inkább előszeretettel, mondjuk az esti órákban, mint egy valami komoly színházi közvetítést. Szóval, hogy hogy nem, nem gondolom, hogy ettől még ő mondaná meg az érzelmeimet, és ettől még én hi és siként, tudok ránézni, vagy őként tudok ránézni, nem pedig ittként, déként, vagy azként, mint egy... Hát sokan az autójukra sem azt mondják, hogy az, hanem hogy ő. Körülbelül én ezt erről a vonalról beszélek. Gyere áron! <laughs> szóval anélkül, hogy... Tehát nem kritikaként fogalmazom meg, de szerintem például ez a kis vita, ez jól demonstrálja azt, hogy mennyire nem tudjuk még, hogy mivel állunk szembe. Egy kicsit, ha hadd kezdjem kezdjen messzebbről, Ö, hoznék egy példát, ami talán segít, mert hogy abban tudom, hogy ott volt kis pszichológiai kísérlet, és annak az az eredménye, megvizsgálták, hogy különféle anyagi helyzetű emberek hogyan reagálnak egy, egy mondjuk egy hirtelen kiadásra, és hogy mennyire megviseli őket. Nyilván az, aki, aki gondot okoz, hogyha holnap, egyébként szerintem az elég sok embernek gondot okozna, hogyha holnap mondjuk a, a cirkóját, vagy, egy új kazánt be kéne helyezni, mert az, az pénz manapság, az ugye elég sok embernek komoly gondot okozna, és az egy, az mondjuk a családfenntartónak, vagy a komplet családnak, ez egy lelki megterhelés lenne, hogy akkor az hogyan gazdálkodja ki azt a fél, egy másfél millió forintot, amennyibe kerül az a, az a, az a cirkó. És utána megvizsgálták mondjuk olyan nagyon gazdag embereknek a reakcióját is, de úgy érzitek, hogy tényleg sok százmilliós vagyonnal rendelkező gazdag emberek, akik mondjuk nem kapták meg azt a nagyon drága, előre két évvel ezelőtt kiválasztott autónak a nem tudom milyen gyöngyház fényét, amiből csak tíz darab készül az egész világon, és utána jön egy e-mail az autógyártótól, hogy bocs, euh, mégse tudod megkapni valami oknál fogva. És ugyanolyan pszichológiai reakciója volt neki, arra, hogy, hogy, az ő problémája, mit akarok ebből kihozni? Az, hogy, az, hogy, hogy amikor behoz, behozunk olyan relatív, vagy olyan fogalmakat, hogy jó, de azt szerintem az nem ugyanaz a szint, mint, ez igaz, amikor most így erről beszélünk, de az ember, az ember és annak az érzelmei, azok, azok nagyon hasonlóak tudnak lenni egy állathoz, egy, egy autóhoz, egy mesterséges és intelligenciához és, és bármi máshoz. Nem lebecsülve azt, hogy valaki a gyereke, de igen, tehát, hogy valaki pontosan ugyanolyan érzelmi reakciókat ö, tud megtapasztalni a, a kutyájával vagy a macskájával kapcsolatban, mint a, mint a gyerekével, vagy a nagymamájával, vagy bárki mással kapcsolatban. Ezt miért hozom ide? Ez azért érdekes ez a dolog szerintem, mert ö, mert igazából azt se definiáltuk, hogy mi az, hogy mesterséges intelligencia, vagy mi az, hogy intelligencia. Tehát erre nincs, nemcsak, hogy mi nem definiáltuk, a tudományban is vitáznak egymással a pszichológusok, hogy tulajdonképpen mit nevezünk intelligenciának. Ahhoz képest meg kéne tudnunk határozni, hogy akkor viszont milyen a mesterséges intelligencia, és ahhoz képest, hogy a pszichológiailag hogy viselkedünk ezekkel a helyzetekkel kapcsolatban. Ugyanis amikor behozzátok, vagy be, bejön az, hogy oké, okay, egy macska az más, meg a kutya az más, mint egy ember, igen, az, de az ugyanúgy érző lény, és nekik ugyanúgy van intelligenciájuk, sőt, ugyanúgy eszközhasználók, akár nem csak a kutyára gondolok, a varjútól kezdve az elefánton át egy csomó állat, ugyanúgy eszközhasználó, mint az ember, és még egy csomó-csomó olyan kognitív funkcióval rendelkeznek, mint mi is rendelkezünk. Tehát amíg ezeket a fogalmakat nem tudjuk akár magunk között hárman, vagy a podcast hallgatókkal együtt, aki pár ezer fő, vagy egy tudományos közösséggel nem tudjuk ezeket eldönteni, addig nagyon képlékeny, hogy, mit, hogy ki hogy viszonyul a mesterséges és intelligenciához, és akkor itt jövök be azzal, hogy na pontosan ezek a problémák miatt fogalmazták meg nagyon sokan, hogy annyira gyorsan fejlődik a mesterséges intelligenciának a Terepe, hogy egyszerűen nem tudjuk lekövetni sem tudományosan, sem szabályozásban, sem társadalmilag, sem sehogy. Chad GPT, megkérdeztem őt, őt, hogy mit jelent az intelligencia, és írt, leírta, Felolvasom. Ami szerintem azért is tanulságos, mert ő ezért nem egy mesterséges intelligencia, hanem az adataiból kinyert információk alapján. Ő most összefoglalja. Oké, de erre térjünk majd vissza, mert ez nem egyértelmű most már. Szóval ő azt írja, hogy intelligencia a képesség vagy a képesség sorozat leírása, amelyek lehetővé teszik az embereknek vagy más élőlényeknek, hogy értékeljék, megértsék és alkalmazzák a tudást, a tapasztalatot, a logikát és az érvelést. Az intelligencia több dimenziójú fogalom, amely magában foglalja az emberi kognitív képességeket, mint például az észlelés, az emlékezet, a gondolkodás, a probléma megoldás, a tanulás és a kommunikáció. Az intelligencia fogalma sokat változott az idők során és sok különböző megközelítése Létezik. Az egyik legismertebb definíció az úgynevezett G-faktor, vagy általános intelligencia, amelyet Charles Spurman, brit pszichológus fogalmazott meg. Ezen elképzelés szerint az intelligencia egy általános képesség, amely áthatja az összes mentális tevékenységet, és amely alapján az emberek másoknál jobbak vagy rosszabbak lehetnek. Azonban más pszichológusok és kutatók is megfogalmazták más nézeteiket az intelligencia jellegéről. Az egyik ilyen példa a több intelligencia elmélet, amelyet Harvard Gardner, amerikai pszichológus dolgozott ki. Gardner szerint az intelligencia többféle forma lehet, és nem korlátozódik csak a hagyományos kognitív képességekre, hanem magába foglalja a verbális és matematikai intelligenciát, a vizuális szellemi képességeket, a testi kinetikus intelligenciát, a zenei intelligenciát, a társas intelligenciát, a természeti intelligenciát és az önreflexiót. Az intelligencia egy összetett és sokrétű jelenség, és a tudományos, pszichológia területén folyamatosan folynak kutatások az intelligencia mérésére és megértésére. Fontos hangsúlyozni, hogy az intelligencia nem mindenkitől ugyanazt jelenti, és sok más képességes tulajdonság is befolyásolhatja az egyén teljesítményét és sikereit az életben. Írja tehát a ChatGPT arra a kérdésre, hogy mit jelent az intelligencia. Jó, jó, ez a 3.5-ös 3. verzió, csak azért, mert a 3.5-ös az, az nem annyira fejlett, mint a 4-es verzió. A 3.5-ös, tehát az jobban hajlamos kamuzásra. Haluci halucinálásra, ahogy mostanában elterjedt. <laughs> vagy pap -p 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 stohasztikus papagájkodásra. Szerintem ez egy fontos momentum az emmik működésével, vagy működési, jelenlegi működési hiányosságával kapcsolatban. Mm, en, vagy igen, nyilván így is fel lehet fogni, hogy működés hiányosság, vagy, vagy hibázik, vagy kamuzik, vagy halucinál. De ezt azért tudni kell a ChatGPT GPT esetén, ugye, hogy ez mire lett kitalálva, vagy mire van optimalizálva. És ugye ez egy, ez egy nyelvi modell, ez egy beszélgetős, fejlett beszélgetős szoftver, hogyha úgy tetszik. És, és, ilyen szempontból arra van optimalizálva, hogy ő válaszoljon. most ha nem tud, akkor is fog válaszolni neked, akkor is tovább fogja vinni a beszélgetés, és hát igen, igen, ilyenek előfordulnak. Ezt azért máskor is, tehát forráskritikával éljünk, ne higgyünk el egyrészt mindent, amit mond az AI, másrészt igen, tehát az újabb verziók, azok állítólag jobbak, bár amikor én se próbáltam. Pontosan, amit, amit Áron is mondott, hogy még nyilván a fejlesztés nem most kezdődött el, csak a széles közönség elé, ugye tavaly november óta vált elérhető, és azóta ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon felkapott téma lett. És még azért most ismerkedünk vele, hogy pontosan mi is ez, meg pontosan hogy is kellene használni. Ha már a ChatGPT-ről beszélünk, annak az alapjai szerintem legalább tíz éve megvannak és nagyon sokat nem is változtak az algoritmusok. Persze valamennyivel fejlettebb, de, de nem sokat változott. Ami változott viszont, hogy ezt a bizonyos nagynyelvi modellt, amit a Norbi is mondott, hogy azt mennyi adaton trénerelték, tehát mennyi adatot fogalmazunk egyszerűen tápláltak bele a rendszerbe, és az alapján próbál utána beszélgetni. És több nagyságrendel több adat van most benne, mint ami volt mondjuk 5 vagy 6 vagy 8 évvel ezelőtt az egyébként nem túlságosan eltérő más nyelvi modellek esetében, és ezért van az, hogy hirtelenjében euh, tud már válaszolni, tud már papagájkodni, tud már stohasztikus papagájként működni. Ugyanakkor én szerintem nagyon fontos a, 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 azt látni, vagy legalábbis én így látom, ez, ez talán pontosabb, hogy igazából nem tudjuk, hogy a mennyiség mikor csapát minőségbe. Én arra gondolok, hogy igazából mi magunk, mint emberek, mi is tulajdonképpen nyelvi papagályok vagyunk, tanulunk val a szüleinktől, a társadalomtól, az iskolában, tanulunk kommunikálni, rengeteg rengeteg információ bejön, azt valahogy szintetizáljuk, és egyébként akkor, amikor bemegyünk a boltba, akkor nem ott találjuk föl a melegvizet, hogy hogy kell kérni tiszt a hanem hát már hallottam 15 ezer szer. És nyelvi papagájként én ugyanúgy el tudom mondani. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy ez csak egy nagy nyelvi modell, az, az, az nem véletlenül okozza azt egy bizonyos fejlettség és bizonyos adat tömb fölött, hogy elkezdi mutatni az intelligencia szikráit. És ezt, ezt az utolsó kifejezést nem véletlenül hozom ide. Két hónappal ezelőtt jött ki egy, egy tanulmány, egyébként a Microsoft írta azt a tanulmányt. Microsoft kutatói, ahol elemezték a ChatGPT 4-es verzióját, ahol konkrét példákon keresztül mutatták be, hogy bizony, bizony, olyan ö, tulajdonságai vannak már a ChatGPT 4-es verziójának, és ugye azt még nem tudjuk, hogy mi lesz a következőben, mert az még nem nyilvános, de hát nyilván dolgoznak rajta, amik, a, amik az intelligenciának a lenyomatát mutatják. Soha nem fogunk rájönni teljes bizonyossággal, ha tudatra ébred egy. Mesterséges intelligencia, mert nem tudjuk, hogy ő ezt, tehát hogy egyszerűen nem fogjuk tudni ezt mérni, hogy hogy ez most csak egy adott válasz. Értem, hogy majd lesznek tesztek és lesznek szakemberek, de hogy mégis úgy tűnik, hogy azért teljes, teljes bizonyossággal nincs egy műszer, amivel megmérjük, hogy na, neked öntudatod van. Hát olyannyira nincsen, hogy ami a Skifikben is megjelent, ami ilyen a, a robotokat vizsgált, hogy vajon robotok vagy nem, Turing tesz, ha jól emlékszem rá, vagy nem, a Turing az igazából van, és annak volt a, bocsánat, annak volt a, a Blade Runner-ben egy, egy más, máshogy elnevezett verziója. Szóval, Boy, hogy a Void Kampf Test. A Void Kampf Test, köszönöm. Szóval, hogy ezen a Turing Testen átmennek ezek most már. Tehát, hogy nem tudjuk, és mondok még egy, még egy problémát, a Google fejlesztői, tehát aki például az OpenAI-nak a, vezérigazatója elismerte, emlékem szerint a, talán április közepén, hogy ők egyébként nem tudják, hogy egészen pontosan mi történik az általuk létrehozott eszközben, ugyanis ezeknek a, nem csak a nagy nyelvi modell, ezeknek a nevezük AI-nak, egyszerűség kedvéért, ezek ilyen fekete dobozszerűen működnek, tehát hogy bejönnek az adatok, a végén kijön valami más, és az, hogy az adaton belül egészen pontosan mi történik, és miért történik, ezt még maguk az alkotók sem tudják. Mint az emberi agy esetében, de ha Ugye? már ChatGPT és nyilván majd megyünk tovább, és esetleg eltérünk a témától, akkor még egy, még egy gondolat, vagy még egy három bekezdést szeretnék felolvasni, ChatGPT által arra adott válaszra, hogy mi a Parallaxis Podcast. ezek nagyon humorosak szoktak lenni, igen. A Parallaxis Podcast egy képesített tudományos közösség által működtetett hangzósorozat, amelynek célja az, hogy a tudományt és a technológiát közérthető módon bemutassa a hallgatóknak. A podcast epizódjai különböző témákat fednek le, beleértve a fizikát, az asztrofizikát, a biológiát, a kémia tudományt, a technológiát, a mesterséges intelligenciát és más tudományterületeket. A podcast házigazdája és beszélgető partnerei általában képzett tudósok, kutatók és szakemberek, akik a témákban méreható ismeretekkel rendelkeznek és képesek azokat közérthető módon átadni. A Parallaxis Podcast arra törekszik, hogy összekapcsolja a tudományt és a mindennapi életet, és érdekes, inspiráló tartalmat nyújtson a tudomány iránt érdeklődő hallgatóknak. Hát figyelj, ha már itt tartunk, bocsánat, hogy így nagyon gyorsan magamhoz ragadom a szót, de én egy másik projekt keretében megkérdeztem áprilisban a Csegyipitot, hogy én ki vagyok akkor most én is felolvasom nektek, hogy a ChatGPT szerint én kicsoda vagyok. Kubatovics Áron 1927-től 1980-ig egy magyar történész és egyetemi tanár volt. Szakértője volt a 19. és 20. századi magyar történelemnek, különösen a kommunizmus és a rákosi korszak kutatásának. Az 56-os forradalom és szabadságot idején a Magyar Nemzeti Forradalmi Bizottság tagja volt, mármint hogy én, ugyebár, és az azt követő időszakban politikai okok miatt bebörtönözték és kohortvádak alapján kivégezték. Kutatásainak köszönhetően a 20. századi magyar történelem egyik kiemelkedő személyisége lett. Emlékére az 1980-as években alapították a Kubatovics Áron társaságot, mely azóta is folyamatosan foglalkozik a 20. századi magyar történelem kutatásával és a forradalmak, szabadságharcok emlékének ápolásával. Szóval sziasztok, én már 50 éve halott vagyok, vagy 43 éve. De nem volt egy Kubatovics Áron a történelem során, akire hivatkozik? Nem. Mm -hmm. nem. Szóval az van, hogy ott itt a chatgpt n keresztül megnyílt egy ilyen párhuzamos univerzum kis kapu, és akkor gyakorlatilag ő egy másik, egy másik univerzumból, ahol, ahol, ahol ott tényleg az voltál, és akkor onnan szedi az infókat, úgyhogy a parallax is meg, igazából figyelj, úgy nagyjából leírta, nyilván egy csomó helyen pontatlan, meg csúsztat, meg nem úgy, de végül is kb. Az távolról hunyorítva nézve. Hát figyelj, az, az biztos, hogy a, hogy a, komoly problémákkal fog az emberiség szembesülni a politikailag a, 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 a intelligencia miatt majd a jövőben. És ez, ez néhány éven belül lesz szerintem. Um, már most is, tehát ugye most is mindenki ugye látott, hogy ezek eléggé felkapott videók szoktak lenni, az ilyen deepfake, -t típusú manipulált felvételek, és ugye egyre inkább azt mondják, hogy az ilyen az internetre feltöltött tartalmak és azoknak a forrásának ellenőrzésével foglalkozó algoritmusok ezek, ezek el, el fognak bukni, tehát az ilyen content-based verification kép és hangfájlok alapján egy idő után nem, fogod, nem fogják tudni megkülönböztetni, hogy ez egy valós felvétel, vagy nem, és oda vissza ezzel vissza lehet élni. Én, én, én ezzel nem értek egyet, mert az oké, okay, hogy egyrészt ez úgy van, mint a dopping sportolók és a doping szövetség. Mindig jönnek az új doppingszerek, amiket nem lehet hirtelen kimutatni, és nyilván ez egy, egy folyamatos kutatás, hogy ez olyan, mint a rendőrségnek a technológiailag szinten tartani a magát a bűnözőkkel szemben. Szóval, hogy ez egy kicsit ugyanolyan dolog szerintem egyébként, ez nem következhetve. Tehát, ha a mesterséges intelligencia hamisít valamit, azt szerintem egy másik mesterséges intelligencia meg fogja tudni mondani, hogy az hamis. Más kérdés, hogy nyilván, ha nem tudom, 2500 ember hamisít valamit egy mesterséges intelligencia, egy akkori mesterséges intelligencia, nem biztos, hogy egy 2023 as szoftver megmondaná, tehát mindig kell fejleszteni, de szerintem ez paralel. Ez, ez paralel, ez ahhoz hasonló, hogy az autótólvajoknak az eszközei mindig fejlődnek, és ahhoz a lopásgátló eszközök is tartják vele a kapcsolatot, vagy a vírusírtok és a vírusírok szól. Számtalan ilyen példa van az életünkben, de ezek a triviális példák. Hat hozzak akkor egy nem triviális példát, ami viszont a Norbit erősíti, Tegnapi jelent meg a NewsGuardnak egy, egy új havi jelentése. A NewsGuard az egy ilyen szájber szervezet, akik, akik rendszeresen kutatási anyagokat publikálnak, és a tegnapi anyagukban e, csináltak egy kutatást, és erről számoltak be, hogy sok száz olyan weboldal működik már ma is, amit csak és kizárólag mesterséges intelligencia által írt cikkeket rak ki, emberi beavatkozás nélkül, Ezeken a weboldalakon hirdetések jelennek meg, és azt elemezte ez a, a, a Newsguard-nak ez a, ez a riportja, hogy milyen weboldalak, milyen gyakorisággal, milyen márkák jelennek meg az információk, amik ezekben a nevezük kamucikeknek most így, így hívom direkt. Ezekben a kamucikben mennyire hitelesek ezek az információk, és eléggé megdöbbentő és letaglózó eredménye van ennek. Tényleg úgy képzeljétek el, hogy sok száz ilyen weboldal, napi több ezer cikket, a cikkekben az információnak a körülbelül a fele az nem, nem valós. Így itt jön be az, hogy egy papagáj jellemzője van ennek a chatgpt nek Ha véletlenül te azt, az, azt a weboldalt találod meg, és keresel valami információt, mondjuk egy gyógyszerről, akkor a szíván belefutatsz olyanba, ami, ami problémás, és ráadásul a hirdete, hirdetések sem érik el a céljukat, szóval az egész piac, az fölborul, és itt most nem beszélünk arról, mert úgy, miközben egy média felületről hoztam példát, hogy mondjuk mit fog okozni ez az újságírásba, és már most is tudjuk, hogy, hogy a, a nagy média cégek elkezdték használni a chatgpt GPT-t, szóval hogy igazából egyelőre beláthatatlan, tehát hogy egyelőre nem tudjuk pontosan fölbírni, hogy mit fog okozni. Egyébként a kifik erre pont jók, tehát Pont nagy segítség az, hogy már 10-20-50 éve uh, skifi írók folyamatosan gondolkodnak ezen, és adják a, a, a szélesebb közönségnek azt, hogy, hogy vajon ez mit fog okozni egy társadalomnak, de, de, de igazából még nem tudjuk. Tehát, hogy ott tartunk, hogy még nem tudjuk. És még nem is nagyon volt olyan science fiction, amiben ezt az aspektusát taglalták volna szerintem a jövőnek, hiszen azért ez, hogy, hogy az, hogy felmerül annak a lehetősége igencsak, vagy elő, igencsak előtérbe helyeződik annak a lehetősége, hogy tulajdonképpen szerkesztőségeket zárnak be, és nem csak, nem csak az a probléma, hogy sok helyütt propagandisták írnak mindenféle háttérhatalmaknak téve álhíreket, hanem tulajdonképpen még a csencsépítés simán csak belehalucinál, és, és nem feltétlenül rossz szándékkal ír butaságot, vagy pontatlanságot, szóval, hogy én azt gondolom, hogy, hogy ez az aspektus még nem jelent meg annyira. Még nem jelent meg annyira, ezt képzeljük el majd hanggal, képzeljük el majd mozgóképpel, képzeljük el azt, hogy ugye valószínűleg nem az lesz, hogy az újságírás szakma teljesen megszűnik, nem az lesz, hogy bezárnak komplet szerkesztőségeket, a könnyen ismételhető rutinos feladatokat majd megcsinálja a ChatGPT, tehát az MT híreket átalakítja, amit 5 percet ki kell rakni, meg az ilyen sportizéket. Csak hogy én hat hozzak be itt egy dolgot, tehát hogy Ma az újságírás például úgy működik, hogy nagyon sokan úgy kezdik a szerkesztőségekben, hogy ezeket a, a napi szintű, ilyen verkli-szerűen készíthető kis rövideket kezdik el megírni, nevezzük így, és ők azok, akik bedolgoznak a, a, szerkesztőségbe szakmány szinten, mert az a fontos, hogy megtanuljanak bánni a nyelvel, megtanuljanak azzal bánni, hogy hogyan kell röviden, velősen átadni a legfontosabb információt, mondjuk a legújabb súlyemelő világbajnokság 10 perceket jövő híreiből. Ha ez nem lesz, mert ez kiváltja a Cseh GPT, mert azt gondoljuk, hogy majd az újságírók akkor maradnak az igazi újságírásnál, oknyomozásnál, tények, Kontextusba helyezésében, és, és a, tehát, hogy a mélyebb szintű újságírásban hogyan fogják megszerezni majd a rutint, akkor, ami érted, mielőtt még oda kerülnek, hogy összefüggésekre világítsanak rá egy adott cikkben. Na de itt nem arról van szó, hogy ez inkább csak az, hogy átalakítja a szakmát. Tehát most is, most például nagyon komoly probléma régóta, hogy az interneten tulajdonképpen a tartalom ingyen van, és e, és ezt olyan Piaci környezetben kell létrehozni, ahol a kisebb médiacégek, tartalomszolgáltatók, mint akár mi is vagyunk, nem nagyon tudnak bevételt teremteni, mert nem jönnek a szponzorok, mert a szponzorok influencerekhez mennek, meg százezer követőhöz mennek, vagy tízezer követőhöz mennek. Viszont azért tartalmat kell csinálni, és most nem arról beszélek, hogy most egyszer csak elérhető lesz egy olyan emi, ami podcasteket gyárt az egy adott témába, és be lehet rakni viselőzeteket, tehát nem, Két nem azt mondom, hogy le, lecserélünk, lecserélünk mindenkit, bár biztos, biztos indítanánk szívesen egy egy ilyen podcastet a sok közül, de szóval nem arról van szó, hogy le, lecserélnénk mindenkit, de, de nem, a, nem az van egyben, hogy ez egy segítség is lehet, tehát a, a, nem tudom, a New York Post meg a Washington Journal biztos nem fogja lecserélni az egész szerkesztőségét emikre, de a kisebb ö, média szolgáltatóknak jól jöhet az a lehetőség, hogy egy folyamatos tartalma, megbízható folyamatos tartalomszolgáltatást tudnak nyújtani, megbízható információkat, tehát hogy itt mi például a Parallax és Univerzumban nagyon ritkán használjuk a például a chatgpt t arra, hogy mondjuk ö, valami Facebook ö, posztot megírjon, mert sokkal tovább tart leellenőrizni azokat a tényeket, amiket leírt, mint az, hogy az ember kutfőből megírjon valamit. Tehát viszont, hogyha működne a, a, a ChatGPT mondjuk megbízhatóan, és tudományos érdekességeket lehetne vele generáltatni minden nap, akkor minden nap lehetne a Parallaxis Univerzum Facebook oldalán nagyon színes, tudományos kis hírek, vagy ilyesmi. Míg most ez gyakorlatilag nem lehetséges, mert kapacitási hiány van sajnos erre. Tehát euh, én azt gondolom, hogy ennek ugyanúgy, hogy mindennek megvan a pozitív, meg a negatív oldala, tehát megvan az, hogy elveszik a munkánkat, majd ide jönnek, a másik meg az, hogy egyébként Fejlődik a szakma, és van, 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 akik számára új lehetőségek és perspektívák nyílhatnak ezzel. Ez, ez teljesen, teljesen így van, tehát ez egy nagyon releváns kérdés, és én is beszélgetem a saját baráti körömben olyanokkal, akiknek potenciálisan vannak ilyen listák, hogy mennyire van biztonságban a munkahelyed, vagy fordítva, hogy mennyire valószínű, hogy X éven belül stb. az elveszi. És ugye például marketingesek, grafikusok, de de amire elsők nem is gondoltunk volna, hogy pár évvel, hogy meg a programozók, vagy mondjuk az ügyvédi bajtárok, meg az ilyesmiket is nagyon-nagyon fenyegeti. Röviden, technológiai ugrás közelébe, vagy valahol ott vagyunk, mint az AI. De ugye erre már volt példa a történelemben korábban, ipari forradalom óta, nyomtatott sajtó, rádió, tévé, internet, okostelefonok, és most AI, stb. is minden alkalommal nyilván meg volt az a réteg, aki már mondta, hogy ez nem jó, régen minden jobb volt, innentől kezdve nem lesz munkánk, elveszi a munkát, de sosem volt ez, mindig átalakult, mint sem az, hogy nyilván megszűntek, nyilván rövid távon, persze, persze, rövid távon biztosan jelentkezhetnek ilyenek, hogy kirúgnak szerkesztőségeket, nem vesznek fel, fel a Netflixhez, Netflixhez, fordítókat, mert nem kell, de át fognak alakulni ezek a munkakörök, és a sokkal fontosabb, hogy most a kezdetleges pánik helyett, én azt mondom, hogy ha olyan ennyi beállítottságunk, és nyitottak vagyunk új technológiára, akkor ezzel ismerkedjünk meg, tanuljuk meg, hogyan kell használni, az sosem árthat, hogyha, hogyha egy kicsit tanul az ember, vagy mondjuk még ne Isten szakmát is válthat, azért ez nem lehetetlen, csak, csak nyilván átárazás kérdése. Biztos vannak olyanok, amiket sokkal jobban fog érinteni, de még inkább, mint ugye beszéltünk arról, hogy mint a skifikben, hogy hogy jelennek meg, és ugye nem teljesen egészen az van még most legalábbis, hanem inkább ilyen kiegészítő funkcióba. Ugye a telefonunkban, órák, órákban, évek óta már ott van az AI, de sokkal kisebb és specifikusabb feladatokat ellátva. Úgyhogy ugyanígy ezeket az eszközöket is meg kell tanulnunk használni, meg hogy hogyan használni, meg egy csomó ö, hátrányosságát, vagy hiányosságát már említettük ugye a nyelvi modelleknek is, és más típusú ilyeneknek is ezek megvannak, úgyhogy ne féljünk ettől, hogy, hogy elveszik a munkánkat, és onnantól kezdve nem fogunk tudni dolgozni, tanuljuk meg inkább használni őket. A, én abban a furcsa helyzetben vagyok, hogy most már sok ilyen techn, nem, technológiai ugrás, nem éltem meg sokat, de az elmúlt 20-30 évben rengeteg új technológiával sikerült megismerkednem, és mindegyiknél úgy voltam, mint amit te most mondasz, Norbi, hogy nyugi, 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 hát az, az emberiség története tele van ilyen ö, technológiai fejlődésekkel, hogy a, a, amit mindenki ismer példát, hogy amikor bejött a vasút, akkor mindenki azt mondta, hogy ha 30 km per óránál gyorsabb fog menni a a vonat, akkor a mezőn a tehenek teje az, az, az meg fog alvadni, és lerepülnek az utasoknak a feje, tehát 30 kilóter fölött nem lehet majd vonatozni, és hát lám lehet. Tehát ezt ismerjük, én egyetértek, csak miközben azt gondolom, hogy például a Harari, aki egy nagyon fölkapott filozófus, és elég sokszor szerintem jól hangzó dolgokat mond, de, de ha jobban utána gondolok, akkor, akkor in, inkább nem értek vele egyet. A legutóbbi ezzel kapcsolatos felvetésével én inkább egyetértek. Az a korábbi technológia ugrásoknál mindig úgy történt, hogy valami fajta fizikai, vagy nem is tudom, hogy jól megfogalmazni, ilyen fizikai technológia ugrások voltak, és most a mostani technológiai ugrás, amit látunk magunk előtt, és most már nem csak a ChatGPT-ről beszélek, hanem a Midjourney-től kezdve, ami a vizuális történetmesélés, a hang, hiszen most már zenékre is vannak olyan AI-ok, -ok, amik elég jó zenét csinálnak, én, én utána néztem pont pár héttel ezelőtt, és nem olyan nagy a felhajtás körülötted, de de tényleg beadom neki, hogy milyen rock zenét akarok, és egész korrekt rock zenét csinál. Tehát most olyan technológiaugrás látszódik, ami a, a narrat, narratívát, az emberi nar, narratív képességeket, történetmelszéréseket, kreativitást ugorja meg és a korábbi technológiai váltásoknál mindig az volt, hogy oké, okay, nem kell már, hogy a társadalom 30%-a a földeken dolgozzon. Ugye a mai Magyarországon is nem tudom, 3%-nyi ember dolgozik közvetlenül a mezőgazdaságban, és a maradéke 97%- vagy szolgáltatóiparban, vagy az iparban dolgozik holott ez, nem tudom, ezer évvel ezelőtt ez gondolom 80% volt a mezőgazdaság, tehát valahogy így lehet. Most nincs tovább, tehát nincs az meg, hogy hogy a kreatív ipar után akkor mi következik. Igen, most még valószínűleg burkolni, járólapot letenni nem tudnak a, a mesters és intelligencek, de még nézzük a Boston Dynamics-nek a, a robotjait, és azt mondom, hogy 30 év múlva már járólapot is le fognak tudni rakni. Tehát, hogy az emberiség én szerintem ténylegesen egy olyan pont előtt el, ami nem holnapot jelent, meg nem azt jelenti, hogy az egy évben, egy olyan periódusban vagyunk, egy olyan dekád, néhány dekádnyi periódusban vagyunk, ahol szerintem nincs tovább, tehát hogy, hogy nincs az meg, hogy oké, okay, ha már a podcastereknek a munkáját is, meg a burkolóknak a munkáját is, idéződőben értsetek jól elvette a mesteres intelligencia, akkor nincs, nincs hova átképezni magunkat, akkor nincs mit csinálni. De ez, bocsánat, ezt te állítod, vagy, vagy azok, akik ezt mondják, ezt a, állítják? Ezt a harariék állítják, és én hajlamos vagyok inkább az, ezzel az érveléssel egyet érteni, és én nekem, a mi, mi, korábban minden technológiai váltásnál, amit én megértem, azért, azért láttam már olyat, hogy bejött a okostelefon, és én úgy nőttem föl hogy gyerekkorban, hogy nem volt okostelefon, meg, meg nem lehetett sim simizni a telefon, szóval, hogy tényleg azért láttunk már technológiai váltásokat, én azt gondolom, hogy ez most egy kicsit más jellegű. Még egy dolgot hadd hozzá be, bocsánat, akkor, amikor, amikor, az újságírók munkaelvesztéséről beszéltél, vagy a programozóknál, igen, én se gondolom, hogy, hogy, a programozók munkáját el fogja venni. Én egyébként kipróbáltam a ChatGPT 4-es verziót programozásra. Na, az tökéletesen ott nem halózik, ott, ott, tényleg nagyon jól lefejlesztél, amit kérek tőle. Működik is. Ha néha hibázik, lecsekkolom, és akkor elmondom neki, hogy mit hibáztál, és akkor kijavítja, de tényleg, tehát az, egy, az, egy, az egy tök jó programot tud nekem fejleszteni, úgyhogy én ugyan tanultam programozást, de nem tudom magamat programozónak nevezni. Félek, hogy most behaladszolik a kutya, egy pillanatot várjunk. Hát az biztos, de nyugodtan beszélj. Ja. Itt ott a programozóknál is ugyanaz a probléma lesz, mint amit az újságíróknál mondtam. Tehát, hogy, hogy amikor valaki bemegy junior fejlesztőnek, akkor rengeteg kapálás munkát fog végezni, vagy nem tudom, kö kömüves munkát. Tehát egy ilyen, ilyen, tényleg a, a, a sokan utálják azt a fél évet, vagy egy évet, amíg juniorként, izé, mert a legrosszabb munkákat ő kapja meg a cégen belül, de ott szerez olyan rutint, ami ahhoz kell, amikor majd kreatív problémákat kell neki programozóként megoldania. Most már a ChatGPT 4-es verziója az összes junior programozási munkát jobban megcsinálja, gyorsabban, hatékonyabban, és so sokkal gyorsabban, mint akármennyi junior, de a jövő programozói nem fogják akkor megszerezni azokat a rutinokat, ami ahhoz kell, hogy utána kreatívan meg tudjanak oldani feladatokat. Én nem fogják elvenni a, a, tehát a programozók munkáját, csak valahogy át fogja alakítani, és nem tudom, hogy hogyan, azt én sem tudom, hogy hogyan, csak át fogja alakítani. Figyelj, szerintem egy részüknek, tehát szerintem nem lehet ennyire általánosítani azzal, hogy tapasztalat hiányt okoz ez egyébként, de annyi mindent mondtál, figyelj, ezer dologra szeretnék reagálni. Szerintem a mezőgazdaságból élők se tudták elképzelni anno, hogy a dédunokájuk majd programozó lesz, tehát e, igazából azt, hogy most mi nem tudjuk elképzelni azt, hogy majd ez, mi lesz majd a következő lépés, mi végig képezzük át magunkat, szerintem ez egyébként nem hiányosság, mert e, szerintem ez majd kialakul. Én azt gondolom, hogy egyébként az emberek, ezt még ahhoz fűzöm haza, amivel kezdted, szerintem az emberek leginkább csak félnek az emítől, mert itt nem egy arról van szó, hogy ez a tengely így jön, az amúgy jön, ez elfordul, azzal így elfordul a másik, tehát nem egy mérnöki dolgot látunk, hanem egy fekete dobozt, amiben bemegy valami, és amiből kimegy, mint az agyunk, nem értjük, és valószínűleg soha nem is fogjuk igazán megérteni, illetve még egy dolog eszembe jutott, ami, amit értsen mindenki jól kérem, miért kéne dolgoznom? Miért ne vehetné át az emi az összes nyavajás munkát, hiszen tehát most nem akarom ilyen filozófikus témára terelni a dolgot, de, de hogy is van az, hogy én nekem heti öt napot kell dolgoznom, tehát az életem több mint három négyedét végig dolgozom, hogy esetleg egyébként, ha megérem az öre, öregkort egészségileg, és még aktív vagyok, akkor esetleg legyen egy, egy, egy nem tudom, 10-15 jó évem, hogy, hogy élvezzem az életet öregként, idősként, mikor már nem járok el bulizni, vagy bármi hasonló, amit mondjuk nem tudom, szerette, szerettem csinálni hogy szerintem az egyébként egy teljesen jó és kicsit Trek-es jövőkép is, és szerintem egy tetsző jövőkép, hogy miért kéne nekünk egy olyan ilyen felállásban élnünk, ahogy most élünk x ezer éve, vagy x 100 éve, vagy x 10 éve. Tehát, hogy ennek is fejlődnie kell, és nem baj, hogyha a technológiai fejlődésünk az egyébként eljut egy olyan szintre, ahol már megengedhetem magamnak, hogy egyébként nem, ne dolgozzak, vagy egyébként az emberiség eljut egy olyan szintre, mint a Star Trekben, jót más által, mert ott ugye érkezik egy idegen faj, de hogy, hogy eljut odáig, hogy egyébként nem az a lényeg, hogy hány dollárt keres, nincs is olyan dollár, tehát nem az a lényeg, hogy mennyi pénzt keresek, hanem azt, hogy éljek, hogy mennyi tudást, hogy gyarapítsam, hogy, hogy, hogy az életemet élhessem. Szóval szerintem, hogy ebben például az emmik azok segítségre lehetnek azokkal az új fejlesztésekkel együtt, amik a következő 100, 200, 500, 1000, 10 évben ránk várnak. Ez teljesen egyetértek, ért tehát az MIR teljesen alkalmas lehet. Itt inkább azt abban nem vagyok biztos, és akkor ennyi fogalmazok, hogy, hogy az ideológiai váltás is kell, hogy az emberek fejében, meg az össztársadalmi szinten ez megjelenjen. Ugye most, amit felhoztad áron, vagy behoztad ezt a témát, ezt nem mondtuk ki, vagy nem beszélünk erről, de alapjáraton mindig úgy értjük, hogy ugye a kapitalizmus szemszögéből, tehát, hogy növekedni kell, és, és GDP, és százalékok, és nőnie kell mindennek, mindig, és akkor mi lesz a következő munka, mennyivel több hozzáadott értéket fog tudni csinálni. Na igen, na de mi van akkor, hogyha ezen megpróbálunk változtatni, és ez a milyen jó alkalom erre, és már ez nem is annyira távol a jövő, hogy mondjuk négy napos munkahét. Ugye már Magyarországon is ismerünk olyan cégeket, oké, okay, tesztjelleggel, egy-egy részleg, stb., de azért nem olyan nagyon távoli jövőről beszélünk, hogy igen, négy napos munkahetünk legyen. És alap... még az is több, mint amennyi kéne. Hát mi... pont, pont, fordítva mondjuk, kéne. igen, 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 de az irány, ha megnézed, tehát, hogy az én mondjuk szüleim, nagy szüleim még ugye hat napot dolgoztak. Még a szombat az teljesen magától lehetett munkanap volt. Most már ugye öt napot dolgozunk, most már itt van a négy. Az alapjövedelem ugye gyakran előkerül politikában is, vannak akik ezt uh, támogatják, akik kevésbé. Egyre, egyre uh, aktuálisabb kérdések, egyre több ugye szabadidőt, uh, potenciális plusz szabadidőt jelenthet, ami, ami egy csomó új megint lehetőséget nyit meg. Most itt ugye nyilván ezt mindig is sokszor elmondjuk, hogy 5-10 évvel ezelőtt nem, nem tudtuk megmondani, hogy milyen munkáink lesznek, mert még nem voltak arra szavaink, vagy nem voltak olyan munkapozíciók. Úgyhogy uh, igen, lehet egy kicsit idealista, hogy, 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 egy ilyen váltás, és én sem hiszek ebben ezért feltétlenül, mert a, a globalizmus és a kapitalizmus az nem erbe az irányba mutat, de benne van a pakliban. Ez na, nagyon jó, hogy hogy, 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 ezt behoztad, tehát az, az teljesen nyilvánvaló szerintem mindenki számára, hogy erről így beszélünk, H -h -hogy, hogy, egy véges rendszerben végtelen növekedés egyszer nem létezik, tehát sem fizikailag, sem matematikailag, tehát ez, 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 a mostani rendszer, nyilvánvalóan nem tud tovább fejlődni. Ugyanakkor, ugye két, két irányba ágazhat el ez a sztori, vagy abba az irányba, amit mondjuk a térség sorozat mutat be. Ugye nagyon, tehát rengeteg olyan skifi van, ami a jövőben tízezer év múlva vagy százer év múlva játszódik, de elég kevés olyan skifi van, ami azt mutatja be azt az időt, amikor kilép ugyan az emberiség a föld bolygóról, de még nem hagyja el a naprendszert. A térségnek a sorozata az ilyen. Az azt mutatja be, hogy milyen az, amikor kolonizáljuk a Marsot, a Vénuszt, a kisbolygóvezetet, ki megyünk, Titán holdjára, stb akkor, tehát hogyha kiebb megy az emberiség, akkor már a, a véges rendszerünk az ugye nem a Föld bolygóra korlátozódik, hanem a naprendszerünk erőforrásaira korlátozódik. Ez az egyik, egyik iránya ilyenkor az emberiség fejlődésének. A másik irány az pedig az, hogy mivel elfogynak az erőforrások, véges mennyiségben állnak rendelkezésre, ezért óhatatlanul a, a civilizációnak a bonyolultsága, és szándékosan ezt a kifejezést mondom, ez megáll és vissza. Tehát vissza fog fejlődni, vagy csökkenni fog a bonyolultsága. És ilyenkor pedig azok a kifik jutnak eszembe, amik inkább feudális társadalmakat mutatnak be. Ez nagyon érdekes, hogy a jövőbe játszódó szkifik döntő többsége nem demokráciát mutat, vagy demokratikus berendezést mutat, hanem feudalisztikus berendezéseket mutatnak be az olvasóik számára, mert hogy valóban nem szükségszerű, hogy egy rendszert demokratikusan és kapitalista képpen kelljen működtetni. És akkor hadd hozzá be még egy utolsó fogalmat, amikor arról beszélünk, és ez lehet, hogy már a másik műsornak a téma lenne, hogy mondjuk van egy olyan fogalom, hogy Fermi paradoxon, hogyha ennyi sok csillag, ennyi sok rendszer, ekkora az univerzumunk, ennyi lakható bolygó van rajta, akkor miért nem fogunk egyetlen egy ö, apró rádióhullámot, vagy bármi jelét annak, hogy más értelmes idegen lény lenne az univerzumban, és akkor lehet, hogy van egy great filter. A great filter egy megoldása ennek a Fermi paradoxonnak, hogy a civilizációk egyszerűen nem jutnak túl valami problémán. Én, én csak simán azt gondolom, hogy azért, mert van egy határ, a fénysebesség, aminél gyorsabban nem tudnak jönni a rádióhullámok, és ezáltal, mire eljut, esetleg mondjuk egy civilizáció tévéműsora ide, addigra már régeség kihaltak, és ahhoz még egyébként nagyon frissek vagyunk mi is, tehát nem olyan régen vagyunk itt. Tehát már lehet, hogy egyébként már foghattunk volna nagyon sok mindent, de ne felejtsük el, hogy azért csak. Még csak azt sem tudom mondani, hogy 1-200 éve fogjuk a rádióhullámokat, mert az is. Kicsit, kicsit durva túlzás, tehát hogy, hogy azért ennek még az elején vagyunk, de... Én azt gondolom, amúgy uh, még amit korábban mondtatok, hogy én szerintem csak simán lelakjuk ezt a bolygót, a gazdagok meg lelépnek, mint az Elysium az zárt világ című filmben. De mivel a műsor vége fele tartunk, ezért egy utolsó kérdést engedjetek meg, mert én az, azon gondolkodtam, hogy mi lenne számomra a legideálisabb emi, hogy olyan lenne mondjuk, mint az én a robotban, ahol egy ilyen asszisztens, aki ha kell, akkor főz, ha kell, akkor meg lemészáról, mert wiki bekattan, tehát, hogy mi lenne a, most nem a negatív oldalát nézve, de hogy mi lenne a számatokra az ideális emmi. Tehát mondjuk én örülnék egy parallaxis emminek, aki kézbe tartja itt a menedzserét, a parallaxis dolgait, mindjárt egy gördülékenyebb ö, tartalomszolgáltatást kapnának a kedves hallgatók, nézők, követők, ö, és ö, nyilván a mi rólunk is egy csomó terhet le, levenne. Tehát a kérdés az az, hogy számotokra milyen emi lenne az ideális ö, a magánéletetekben? Jó kérdés. A első körben, ami eszembe jut, ez valamilyen asszisztensi funkció, és nyilván egy csomó ilyen AI túl már létezik, de egy olyan szintű... De mit csinálna? Igen, 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 tehát, egy, olyan szintű uh, gondolok, ami, ami tényleg az, az élet minden részére kiterjedően, Azokat a dolgokat, amik repetitívek, vagy ne, én, én, én személyesen nem szeretek csinálni a munkámba, vagy mondjuk a hobbimba is van olyan részfeladat, amit, amit annyira nem szeretek, akkor ezeket így ki lehet így szervezni neki, és én tudok faszán haladni azokkal a dolgokkal, amiket szeretek csinálni, nem tudom, a kreatív dolgokkal, videóvágással, podcast felvétele, de onnantól kezdve, hogy most itt letettük a hívást, szépen vágja meg, szépen töltse fel, csináljon borítóképet, írja meg a szöveget hozzá, posztolja minden felületre, az optimális tegekkel, stb. Az, az ilyen technikai dolgok, ezeket nekem ne kelljen foglalkozni, ne kelljen ezzel időt töltenem. Minden olyasmi, ami, amire én úgy döntök, hogy ezt meg kell csinálni, de nem szeretném, azt mindent ki tudjak neki szervezni. Ez persze könnyen veszélyesé válhat, de most első körben valami ilyen megközelítésbe gondolkoznék. Hát nem tudom, de az a jó hírem, hogy ilyen, tehát ebbe az irányba haladunk, ez, ez a pont, hogy a repetitív dolgokat tudja nagyon jól kiváltani a, már a, a mostani emi egy része is. Például a személyi asszisztensre már elég, elég jól alkalmas a, a, a négyes chat GPT, igazából még nincsenek meg annak a, tehát megvan elméletileg, meg próbálgatni lehet, de mondjuk alkalmazások nincsenek rá fejlesztve. Hadd mondjak egy konkrét példát, tehát a, a, már most is meg tudja csinálni a GPT azt, hogy, hogy, három ember között leszervezi, hogy kinek milyen időpont jó, küld egy kalenderbejegyzést, ha valakitől visszajön, hogy bocs, mégse jó, akkor átszervezi az egészet, és hogyha megvan a kalenderbejegyzés, akkor, akkor lefoglalja a pizzériában a emeleti asztalt, és kirendeli mindenkinek a kedvenc pizet. Ezt most is meg tudja csinálni. Azért nem csinálja meg, mert, mert még nem implementálták egy www.atesemélyassistance.hu nevű weboldalá, amit te előfizetsz havi 3000 forintért. Tehát ez maga még nincs meg, de technológiailag az emi ezeket tudja. Őszintén szólva, nyilván egyébként én is az én személyes életemben ilyeneket szerveznék ki, de az van, hogy hogy a repetitív tevékenységek azok nem haszontalanok igazából. Mert akkor az agyunk szintetizál. Tehát, hogy a, az emberi agy nem tud kizárólag folyamatosan kreatív lenni, szüksége van az agynak is a pihenésre. Nyolctól négyig legyen kreatív. I igen. <laughs> és a, a, akkor, amikor az ember egyébként azt mondja, hogy jó, akkor én kimegyek nyírni a személyes életembe, vagy jó, akkor ezt most ezt a, ezt a hangot én megvágom, és kiszedem az őzéseket belőle, meg a szüneteket, meg azt a három hibát megtalálom, ami a podcast felvételben hibás volt, és ez egy ilyen repetitív, három-négy órás munka, és kicsit unja az ember, de a végére íz. Közben a, az emberi agy szintetizálja az elmúlt napokat tök, tök más szintjén az agy a, a tevékenységének, és ha ezek kiesnek, nincs olyan, hogy akkor a maradék, tehát én csak kreatív tudok lenni. Úgyhogy egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez is majd segít nekünk, hogy ezeket a repetitív dolgokat kiszedi, Szóval nem tudom, én, 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 nagyon, tehát azt hiszem, halljátok, hogy én inkább a, tehát én most nem a techno-optimista vagyok ebben a, ebben a beszélgetésben, hanem pont a techno-pesszimista, és egyáltalán nem vagyok arról meggyőződve, hogy ez nekünk jó lesz. Minden esetre egy jó AI, az biztos vagyok benne, hogy ő Patreonon támogatná a paralaxist. Ez, ez biztos, igen, igen. Jó vagy, Norbi, beírjuk a piros pontot médiazabálókkal legközelebb augusztus 7-én érkezünk, akkor az adathalászat korát vizsgáljuk majd meg ugyanebben a felállásban. Barkóci Norbi Kubatovics Áron és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.tv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos Ismeret Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.